Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövid képes ismertetőnket. A Gondos Óra program egy Magyarország kormánya által elindított, ingyenesen igénybe vehető, 65 év felett alanyi jogon hozzáférhető jóléti szolgáltatás, amelynek célja, hogy az idősek szükség esetén egyetlen gombnyomással jelezni tudják segítségkérési szándékukat. A szolgáltatás Kisteleken is elérhető, eddig körülbelül 120-an igényelték. Jelenleg az önkormányzathoz nagyon sok idős jár be segítségért, ugye működik a Gondos Óra program. Mit tudhatunk erről? Hát szerintem ez egy óriási kezdeményezés. Nem Kisteleké, ez egy országos program, viszont ahogy az országos program megjelent, azonnal mellé álltunk, és azt gondolom, hogy ez a Gondos Óra nem csak azért, mert gondoskodás, nem csak azért, mert egyébként egy plusz lehetőség, hogy az időseinkre még jobban tudjunk vigyázni. Ennek az is része, hogy az önkormányzat úgy álljon ehhez mellé, hogy meglegyen az a bizalmi kapcsolat, hogy nem egy holtidegen kopogtat be, nem egy holtidegen keresi egyébként, és házalók jelennek meg időseinknél, hanem én fokozott figyelmet fordítok arra, hogy a kollégáink nagyrészt rám hivatkozva igenis segítsenek, és természetesen ez nem egy kötelező dolog, de azt látom, hogy egyre jobban és egyre többen érdeklődnek, hiszen ez egy újabb kapaszkodó, egy újabb biztonság. Úgyhogy üzenet az időseinknek, aki egyébként ezt szeretné, forduljon nyugodtan hozzánk. Mi ezébként ez nem kerül pénzbe, ez egy lehetőség, és ha csak lehet, akkor minél többen éljenek vele. Ez egy Európában egyedülálló jóléti szolgáltatás. Az a lényege, hogy a 65 év feletti honfitársaink egy olyan telekommunikációs eszközt kapnak, amivel vész esetén segítséget kérhetnek egy dispatcher szolgálaton keresztül. Tehát ez egy alanyi jogon járó és teljesen ingyenes eszköz, és a szolgáltatás is ingyenes. Az önkormányzatnál jelenleg ketten foglalkozunk ezzel a programmal. Én, tehát Jenes Zsolt, illetve egy kolléganőm, Szűcs Fruzsina, minket lehet keresni az önkormányzatnál. A Gondos Óra készülék hogyan működik, hogyan tud segíteni a bajban? A Gondos Óra készülék, elmondanám, hogy kiszállításnál ez hogy működik. Tehát a futár kiviszi, a csomagban benne van maga az eszköz, egy karpánt, egy nyakpánt, illetve a hozzátartozó töltő. Rögtön először fel kell tenni töltőre, és amint feltöltött, onnantól fogva már működik is, tehát elvileg automatikusan bekapcsol. Hogyha nem kapcsolna be, az oldalán található szürke gombok közül a felsővel lehet bekapcsolni. Pár pillanatig folyamatosan nyomva kell tartani, és ekkor felvillannak a ledek az oldalán. Hívást indítani a Gondos Órával a nagy kerek gombbal lehet a tetején, ez a dispatcher központba fog befutni. És ekkor, amikor felveszik a kapcsolatot a dispatcher központból a hívóval, ekkor lehet elmondani, hogy mi történt, és a dispatcher központban fogják eldönteni, hogy kell mondjuk mentőt hívni, vagy elegendő mondjuk egy megadott kontaktszemélyt értesíteni. Tehát ezt a szakképzett dispatcher fogja majd eldönteni, hogy mi a következő lépés. A Gondos Órához nem kell egy másik, mondjuk egy telefon, tehát nem úgy működik, mint mondjuk egy csipogó régen, hanem megnyomjuk a gombot, akkor megy egy jelzés a dispatcher központnak, és a dispatcher központ fogja felhívni egy zárt vonalon ezt a Gondos Órát. Ezt csak a dispatcher központ tudja felhívni, tehát ez nem tartozik telefonszám vagy ilyesmi, hogy bárki más is elérhesse. És ezen keresztül tudnak majd kommunikálni a bajba jutottal. Fontos tudni, hogy ez az eszköz rendelkezik GPS jeladóval, illetve egy gyorsulás érzékelővel, tehát azt is érzékeli, hogyha a tulajdonosa elesik, vagy valami ütés éri a készüléket. Egyébként roppant tartós kis szerkezet, vízálló,
tehát fürdéshez sem szükséges levenni, annyi, hogy tartósan nem szabad vízbe meríteni. De a folyóvizet, tehát zuhanyzásnál például, vagy kézmosásnál, ha víz éri, nem probléma, tehát attól még nem megy tönkre, csak a tartósan vízbe merül, az nem biztos, hogy jót tesz neki. Eddig hányan igényeltek gondosórát, és meddig lehet igényelni? A múlt hét során már átlépte a 120-at az a megkeresés, ami az önkormányzathoz beérkezett. Hogy meddig lehet igényelni? Igazából van lehetőség, ameddig csak tart ez a program. Ez még egyelőre határozatlan idejű, szóval az önkormányzat végig tud ebben segítséget nyújtani. A 70-es években Angliából indult el a kocsmakvíz hódító útjára. A játékos vetélkedő Kisteleken is népszerű, a teltházas rendezvényen körülbelül 70 kérdést tesz fel a szervező, Bitó Lora, akit stúdiónkban kérdeztünk a játék részleteiről és a következő időpontokról. Mit jelent az, hogy kocsmakvíz? Miért ez az elnevezése? Hogyan kell egy ilyen rendezvényt elképzelni? Milyen kérdések vannak? A kvíz szerintem évtizedek óta része a kultúránknak. Nem véletlen, hogy a legnépszerűbb tévéműsorok között is ezek szerepelnek. A kocsmakvíz egyébként a 70-es években indult el az Egyesült Királyság területéről, és így hódította meg a kontinenst is, úgyhogy így került ide hozzánk is. Mint ahogy a neve is mutatja, azért ez nem egy olyan komoly műfaj, mint amit a televízióban láthatunk, úgyhogy ezt nem kell véresen komolyan venni ezeket a játékokat. Tulajdonképpen ezen bárki részt tud venni, hiszen a kérdéseket úgy állítom össze, hogy minden témakörből szerepeljen benne. Van benne természettudomány, történelem, bulvár is például, zene, képrejtvény, úgyhogy nagyon sokféle kérdés van benne, és igazi csapatmunkára van szükség a megoldáshoz. Nagyjából 5-6 fősek szoktak lenni a csapatok, 15-20 csapattal tudunk együtt játszani, ez ugye a hely méretétől is függ. Egy este során olyan 70 kérdést szoktam feltenni, egy szünetet tartunk fél időben, nagyjából 2,5-3 órás egy ilyen műsor, úgymond, és hát azt kell mondjam, hogy tényleg mindenki nagyon szokta ezeket élvezni. Össze van kapcsolva egy vacsorával, vannak kötelező ivópontok, ami persze nem azt jelenti, hogy alkoholt kell fogyasztani, ez csak úgy a buli kedvéért van. Kisteleken immár harmadik alkalommal került megrendezésre az esemény. Az első kettőnek sikere volt. Milyen élményekkel zárultak az eddigi kocsmakvízek? A hangulat az mindig nagyon jó. Tulajdonképpen a résztvevők ugratják egymást, viccelődnek, én is próbálok azért vicces kérdéseket beletenni. Komikumot például az adhat, hogyha van benne egy nagyon-nagyon hosszú szó, vagy egy viccesebb összehasonlítás. Keresek is gyorsan egy példát. Mitől fél az, akinek hippopotamosztuszeszkű pedaliofóbiája van, vagy összehasonlításra példa, melyikből volt több, Zambó Jimmy albumból, vagy Árpádházi királyból. Úgyhogy ilyen az, ami hozzá tud tenni ehhez a viccességéhez. Mikor lesz a következő alkalom, hol és hogyan lehet jelentkezni? Február 23-án, illetve március 22-én lesznek a következő alkalmak. Az a tervünk a Parázsbisztróval, hogy minden hónapban tartunk egy ilyen kocsmakvízt, amire ők majd külön meglepetéssel fognak készülni. Jelentkezni pedig nálam lehet a Mrs. Quiz Facebook oldalán. A játékot egyébként Kistelekváros önkormányzata is támogatta. Mi a célotok a rendezvénnyel? A célunk az, hogy mindenkinek egy tartalmas estéje legyen, nevessen, jól szórakozzon, jót egyen, és esetleg tanuljon valami újat is. 14 kérdés. Melyik városban született Juhász? Idén is folytatja borkóstoló rendezvényei szervezését Dakó Zoltán. A fordítás borszaküzlet tulajdonosa elmondta. Az üzlet kínálata tavasszal utcára kerül, ahol Sike Tamás egri borász vezeti a borkóstolót. Hogy mikor? Az interjúból kiderül. A fordítás borszaküzlet és helyi értékból tavaly megkezdte működtetését Kisteleken a piacnál. Az első év igen pörgős volt, sok rendezvényen részt vettek, és több rendezvény szervezője is volt a fordítás tábja. Milyen rendezvényeket hoztak a településre, milyen volt a kazó fogadtatása?
Rendezvényeinkból között tudhattuk az akusztikus koncertet, illetve mulatós estet, borkóstolókat szerveztünk, majd ezen felül a településen egy szilveszteri rendezvényt is szerveztünk a tavalyi évben. A rendezvényeink vízhangja pozitív megítélésű volt összességében. Nem volt az, hogy ne tudtak volna szórakozni az ide ellátogató kedves vendégek. Mindenki jól érezte magát, és örülünk annak, hogy tudtunk egy picit lendíteni azon, hogy az emberek ki tudjanak jönni, jól érezzék magukat, szórakozzanak, beszélgessenek és mosolyogjanak az asztalainknál. Hogyan értékelni a borszaküzlet indulását? Hát a borszaküzlet indulását mi a feleségemmel közösen üzemeltetjük, és az volt a tervünk, hogy az első évben, amikor megnyitunk, mutatkozzunk be a településen. Legyen az, hogy lássák a lakosok és a betérő vásárlóink, vendégeink, hogy mi elkezdtük működésünket, elindultunk 10 borászattal, jelenleg 13 borászattal dolgozunk most már, több mint 100 választék van a palettánkon. Ezen felül bekerültek a borászatok pezsgői, ezek között vannak azért csúcsminőségű pezsgők is, illetve csúcsbort is most már hoztunk. Ennek köszönhetően azért van érdeklődés, de tervezzük azt, hogy fejlesztjük tovább a borszaküzletet majd. Hány pincészet borait lehet beszerezni az üzletben? Jelenleg ugye 13 pincészet borait értékesítjük. További bővítésre készen állunk ezen felül, tehát még szeretnénk ezt egy ilyen 15 és 20 pincészet közé fölemelni, illetve a választékot közel 180 és 200 fajta választékra hozni. Ebben azért a borászok partnerek, hál' Istennek, várják ők is, hogy érkezzenek, küldik a kóstolókat, hogy tudjuk lekóstolni, mely termékeket és mely borokat tudjuk majd fölvenni a palettára. Ebben az évben ez meg fog valósulni. 2024 év során is lesznek rendezvények. Mivel készülnek? 2024 egy elég színes év lesz a számunk, mi úgy gondoljuk. Közel 90%-os programtervezetünk van már erre az évre. A programunk most Valentin napra is már készülünk, az lesz az úgymond első rendezvényünk, de 4. 26-án elkezdődik a szabadtéri borkóstoló is, melyet Sike Tamás fog majd tartani, és utána nincs megállás, jönnek az élőzenés estek, az akusztikus koncertek, borkóstolók, és még van olyan a tarsolyunkban, amit most nem szeretnék még felfedni, de idővel meg fogja tudni a kedves lakosság. Az üzlet működésében terveznek-e fejleszteni, új termékeket behozni, vagy újabb pincészetek borait forgalmazni? Tervezünk, igen. Ugye a borászatokról, a pincészetekről már beszéltünk, hogy érkezni fognak. Szeretnénk egy borozót létesíteni, mely a teljes 100%-ban a lakosság irányába fog létesülni. Itt a borozóban nem csak majd borok, kiváló borok, klasszikus borok fognak lenni, egyéb üdítő, ital, kávé, illetve kézműves csapolcserökkel szeretnénk majd készülni, de természetesen, hogyha van olyan helyi vállalkozó, aki rendelkezik olyan kézműves termékkel, amit szívesen úgy gondolná, hogy mi ezt értékesíthetjük, akkor várjuk a jelentkezésüket ezen az úton. 2023-as sikereikről és a 2024-es év terveiről beszélgettünk a Kisteleki Hétkerék Egyesület edzőjével, Csala Nikolettel. Niki beszámolt arról is, hogy milyen versenyeken szeretnének részt venni, és milyen fejlődéseken estek át az utóbbi hónapban. A Hétkerék Egyesület edzőjével, Csala Nikolettel fogunk ma beszélgetni a 2023-as évnek a sikereiről és a 2024-es tervezett versenyekről, tervekről. Köszöntelek, Niki! Köszönöm szépen, meg köszönöm azt is, hogy eljöttetek ide hozzánk. Hát a 2023-as szezonunk, ugye itt a görkoriban úgy beszélünk a szezonokról, hogy tavasztól őszig, ez egy szezon. Ez az utóbbi szezon, ez nagyon sikeres volt, hál' Istennek, tehát egy nagyon jó szezon tudhatunk magunk mögött. A profi versenyzőkkel szinte minden versenyen részt vettünk. A nemzetközi versenyekből azért volt, ami kimaradt, de most a 24-es szezonban ezt pótolni fogjuk. Összességében szerintem elégedettnek mondhatjuk magunkat így a 23-as szezonnal kapcsolatban. Az országos versenyeken azért szép eredményeket értünk el. Tehát van egy ilyen csapatverseny, ahol ugye a magyarországi csapatok versenyeznek egymással, és a gyerekek a 10
10-20 verseny, ahányan, aki részt vesz, azokból a versenyekből egy ilyen pontrendszer alapján pontokat gyűjtenek helyezés szerint, és akkor ebből alakul ki egy ilyen végső sorrend, és ezt idén most második helyre ki tudtuk hozni, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk. Ahhoz képest, hogy azért így Kistelek szempontjából azért egy kisvárosról beszélünk, mondjuk Budapest, Tatabánya, illetve Szeged mellett. Tehát én azt gondolom, hogy ehhez képest azért ez egy elég szép eredmény. A 24-es szezonra a tervek a következők. Sok nemzetközi versenyen fogunk részt venni. Elsősorban most a profi versenyzőkkel fogunk erre a dologra ráfeküdni jobban. Nyilván az amatőr csapatunk az utánpótlásra is odafigyelünk, de azért első körben most ezeket a nemzetközi versenyeket szeretném megcélozni, mert júliusban lesz az Európa-bajnokság, és meglátjuk, nagyon hajtunk, hogy valaki a keretbe kerüljön közülünk. Mióta űzöd ezt a sport? Hát maga görkorcsolyázni már 15-16 éve korcsolyázom, viszont közel 10 éve versenyzem. És milyen versenyeid voltak, milyen eredményeid születtek az utóbbi években? Hát számos versenyen elindultam így a karrierem alatt. Amit kiemelnék így az elmúlt szezonból, hogy Kelet-Európa Kupa bajnok vagyok, felnőtt OB-n a 13. helyezést értem el, ahol az egész magyarországi mezőny elindul. Emellett a Kisteleki kupán is győztem. Szombathelyen szintén első helyezést szereztem, úgyhogy szerencsére a 20-23-as szezonom igen bőséges volt. A tanulmányaid mellett hogyan tudod ezt a versenyszerű sportot gyakorlatilag belerakni az életedben? Hogyan tudod kiegyensúlyozni a kettőt? Én a Szegedi Tudományegyetemen tanulok jelen pillanatban gazdálkodás és menedzsment szakon, úgyhogy így már az egyetem mellett viszonylag könnyebb. De mindig sikerül valahogy időt szakítanom rá. Elég sok logisztikát igényel, sokszor van, hogy reggel 6-kor már elmentem, és este 6-kor még nem vagyok otthon, de valahogy azért mindig megoldom. Szüleid milyen formában támogatnak téged ebben a sportban? Mit csinálnak azért, hogy te jobban tudjál fejlődni, és minél többet tudd ezt a sportot űzni? Hát egy jelentős szintje az anyagi. Nyilván anyagilag nagyon sokat hozzájárulnak, hogy járhatok versenyezni, edzőtáborozni, amiért nagyon hálás vagyok, de természetesen azért mentálisan is sokszor segítenek, azzal, hogy támogatnak egy-egy győzelem után, vagy egy-egy vereség után segítenek taprálni újra. Mióta csinálod ezt a sportot? 7 éve, 6 éves koromban kezdtem el, és onnan versenyszerűen űzöm. Milyen eredményeid születtek idáig? Hát egy Kelet-Európa kupa, meg egy országos helyezés. Ennyi. És ez a Kelet-Európai kupa például, ezt hol tartották meg? Szombathelyen, meg Tatabányán is szokott lenni, meg Szegeden is. És milyen helyezéseket értél el? Hát egyszer első hely, és az országosan is első helyet. Ugye tanulmányaid mellett hogyan tudsz ennyi időt szentelni gyakorlatilag ennek a sportnak? Mert nyilván, hogyha ezt versenyszerűen csinálja valaki, akkor azért nagyon sok időt bele kell ölni, hogy ez hogyan fér bele amellett, hogy te tanulsz is, és még görkorcsolyázol is versenyszerűen. Hát valamennyivel könnyen, mert ugye a sporttal úgy lebírom vezetni az aznapi ilyen rosszat, meg ugye én kézizek is, és az is motivál. Milyen tematika szerint építitek tovább ezt a csapat szellemet? Nálunk nagyon fontos az, hogy ez egy nagyon befogadó közeg, én azt mondom. Korábban én is edzősködtem máshol. Nekem nagyon fontos az, hogy itt a szülői közösség, mármint itt Kisteleken a szülői közösség, nekem nagyon ott van a hátam mögött. Annyit tudni kell, hogy a magyarországi csapatok többségénél azért nem egy edző van, hanem 2-3 munkálkodik a háttérbe, csoportokra felosztva, kihez melyik csoport tartozik. Hát ez nálunk sajnos nincs még így, mert hogy egyedül vagyok.
nem bánom, mert van ennek is előnye és hátránya is, viszont a szülői közösségem az nagyon erős és nagyon támogató egészen a kezdetektől, úgyhogy ezért nagyon hálás is vagyok nekik, mert nélkülük ez nem működne. Nagyon sok terhet levesznek rólam a szervezés szempontjából is, úgyhogy én a szülőkre nagyon-nagyon támaszkodok, és nagyon hálás vagyok nekik, illetve a profi csapatunk magjait, akik itt a hátam mögött már gördülnek, ők nagyon befogadóak és nagyon biztatóak az amatőrökkel és a kezdőkkel, meg a kicsikkel szembe, és abszolút nincs klikkesedés vagy a gyerekek között, amit nyilván az iskolákból ismerünk, úgyhogy én ezt nagyon szeretném megtartani a továbbiakba is, és bízom benne, hogy ez így is marad, nem is engedem annyira, hogy ez így fejét üsse a csapaton belül. Próbálom így elhárítani minél korábban, úgyhogy én azt gondolom, hogy a mi sikerünk az ebben rejlik, hogy nagyon befogadóak vagyunk, és nagyon jó a közösség. Minek köszönhetitek azt, hogy ahol most vagyunk gyakorlatilag, ahol tartjátok az edzéseket, és amivé alakult gyakorlatilag az egyesület, az kiknek köszönhetitek? Nagyon-nagyon sokan akadnak itt Kisteleken is, akik segítenek bennünket. Én első körben itt a Lokner csarnok, ahol most is vagyunk, hát ez egy óriási segítség, úgyhogy ezúton is szeretnénk ezt megköszönni, mert ezt mindig elmondom, hogy ezért nem lehetünk elég hálásak, hogy a téli időszakban egy ekkora fedett helyen tudunk edzeni, mert azért valljuk be, mondjuk egy kis tornaterem egy iskolába azért nem biztos, hogy elég lenne ahhoz, hogy mondjuk ők itt a nagyok tudjanak görkorizni, és korit húzni a lábukon a téli szezonban is. Egyébként országos szinten ez elég nagy probléma, hogy amikor az időjárás nem engedi, akkor mások nem tudnak görkoriba edzeni, ellenben velünk, akik mi itt tudunk, úgyhogy ezt nagyon szeretném megköszönni, illetve a Kisteleki gimnáziumnak az igazgatónője, az, akinek még hálát szeretnék mondani, mert a másik edzésünk, a nagyoknak az erősítő edzése, illetve a kicsik másik görkoris edzése, az ott van helyileg, és nekünk időpontot és helyet biztosítanak ott mindig, évről évre, és ezt nagyon szépen köszönjük. Valamint még itt szeretném megemlíteni, nem utolsó sorban, a kisteleki focisokat, akik azzal támogatnak minket, hogy nekik van egy kis buszuk, amivel a foci tornákra járnak, és hát ez a busz számunkra is elérhető, hála nekik, és hát nem is tudom, hogy mit csinálnánk nélkülük, mert igazából az összes versenyre szinte ezt a buszt vesszük igénybe tőlük, és oda is adják, és nagyon-nagyon köszönjük nekik, úgyhogy azért akad itt Kisteleken is támogatunk. Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben összefoglalót láthatnak a második tűzoltóbáról, ellátogattunk az Örökség Serleg díjban részesült Citera zenekarhoz, és beszámoltunk az első kisteleki közösségi futásról is. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!